Jó estét kívánok! A híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2016. május 26-án csütörtökön 19 órakor. Főbb híreink először röviden. Közös kertépítés. Hamarosan befejeződnek a munkálatok. Tűzoltóverseny. Győriek nyerték a kétnapos viadalt. Kétnapos konferencia a családok átmeneti otthonában. Szakmai tapasztalatokat cseréltek. Közös kertépítésre invitálta a lakókat az Önkormányzat és a Dzsungelország Kft. A Flash központ és a rendőrség között található zöld felületre. A munkálatok látványos része megkezdődött, hamarosan pedig a lakók is birtokukba vehetik a parkot. Februárban egy lakossági fórumon számolt be Lobics Ákos arról, hogy hamarosan megkezdik a Flash központ és a rendőrség között található zöld felület felújítását, és Magyarországon egy egyedi, közösségi fűszerkerttel tarkított interaktív parkot hoznak létre a városközpont szívében. Azóta már javában elkezdődtek a munkálatok, szerda délután pedig vállalkozó szellemű jelentkezőkkel közösen ültették el az egynyári növényeket. Az új guineai impatiens gyakorlatilag ez adja majd a térnek az egyik látványosságát, minden évben megújulva újra cseréljük, illetve tavasszal ugye ez, és akkor ősszel pedig a kétnyári, majd az átmeneti időszakban pedig hagymások fognak nyílni, és ennek az első fázisa az egynyári elültetése, ugye mivel május van. Az elmúlt néhány hónapban elkészültek a téren a földmunkák, kialakították az ágyásokat, létrehozták a szinteket, de a munkálatok leglátványosabb része most következik majd. Most szerelik az automata öntözőrendszert, majd utána az utolsó fázisok következnek, a virágok, az évelők beültetése, ugye elkészül a kis autó, ami a domb tetejére kerül, jön a virágos rét imitáció fűvetése, majd zárásképpen behelyezzük a fűszerkertet, ami azt gondolom két héten belül beültetésre is kerül. Az elmúlt néhány évben több zöld felület is megújult a városban, aminek örülnek a lakók, és fontosnak tartják a parkok megújulását és a végeredmények fenntartását is. Végül is a szabadidőnket áldozzuk ezért, de megéri. Nagyon szép a város, szép virágos, és azért a Lobics úr is nagyon hozzájárul ehhez. Nem csak a városban, hanem a környező településeken is fontosnak tartják, hogy Moson-Magyaróvár teljes pompájában képviselhesse Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén. Ezúttal például a Kimlei Kertbarátok köre segített a virágosításban, nem először. Néhány évvel részt vettünk a Magyar utcának a virágosításába, és most is felajánlottuk, hogy szívesen részt veszünk ebbe a munkába. Így kerültünk ide, önkéntes alapon a Kimlei Kertbarát körbe, de nagyon szívesen jöttünk. A munkálatok hamarosan elkészülnek, a tervek szerint pedig június 30-án már bárki sétálhat a megújult városközponti parkban. A Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a közelmúltban rendezte meg a hivatásos tűzoltók felmenőrendszerű sportversenyét. A kétnapos viadalt Csornán és Moson-Magyaróváron rendezték. Jelentem a 2016 évi hivatásos tűzoltó sportversenyre, a versenycsapatok felsorakoztak. Már készen állnak a csapatok a hivatásos tűzoltók felmenőrendszerű versenyének megmérettetésére. A katasztrófavédelmi igazgatóság minden évben rendes sportviadalt a hivatásos tűzoltók számára, egyik évben emlék, másikban pedig felmenőrendszerű országos versenyként. Egyéniben van egy horoglétre szám, egy 100 méteres akadálypálya, egy 4x100 méteres váltó, ez csapatverseny, illetve a kismotor fecskendő szerelés, ami szintén csapatverseny. Ha mindegyik érvényes tudnak szerelni, akkor az összetett versenybe vesznek részt. Aki bármelyikbe hibázik, az sajnos az összetettből kimarad, így már nyerni nem tud. Úgyhogy komoly tétje van, és komoly nyomás nehezedik a tűzoltókra ilyen szempontból, de úgy gondolom, hogy ez pontosan ötvözi a mindennapjainknak a feladatait is, hogy ott is mindig szembesülnek valamiféle nehézséggel. Nem minden tűzoltó alkalmas, hogy versenyeken vegyen részt, mondta el a dandártábornok. Itt is fontos a kor, illetve az edzettségi szint. Férfiak versenyeznek, mivel a beosztotti beavatkozói állománynál férfiak dolgoznak az állományba, és azt is tudom mondani, hogy a korosztály is nagyjából ugyanaz, most 37,3 éve az átlag életkora a megyei tűzoltóknak, azt lehet mondani, hogy egységesek vagyunk ilyen szempontból is.
Általában jól szerepelnek megyénk tűzoltói ezeken a megmérettetéseken. 2 évvel ezelőtt a győri hivatásos tűzoltó parancsnokság csapata nyerte meg az országos döntőt is, így 2013-ban megyénk csapata képviselhette Magyarországot rendezett tűzoltó olimpián. Az összetett versenyt végül a győriek nyerték meg, 2. a mosonmagyaróváriak, 3. a soproniak, míg 4. a kapuváriak lettek. A krízis ellátók tevékenységéről tartottak 2 napos konferenciát múlt héten a családok átmeneti otthonában. A találkozó főtámogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. A Családok Átmeneti Otthona és a Lehetőség Családoknak 2005 alapítvány rendezte meg Mosonmagyaróváron azt a 2 napos konferenciát, aminek témája az országos krízisellátás volt. A krízisközpontok az ország több területén titkosan működnek, sokszor más szociális intézményekhez hozzácsatolva, így segítve a párkapcsolati erőszak áldozatain. A Mosonmagyaróvári Krízisközpont országos befogadású, így az egész ország területéről érkeznek bántalmazott nők, gyerekek, férfiak, vagy akár egész családok is. A probléma nagyon jelen van így a mindennapokban, így a közvetlen környezetünkben is. A tavalyi évben is dolgoztunk olyan családokkal, akik innen a kistérségből kerültek be, illetve az ország különböző pontjairól érkeztek hozzánk. Általában édesanyák gyermekeikkel, akik a bántalmazó elől menekülnek. A 2 napos konferencián többek közt ezeknek a krízisközpontoknak a vezetői és munkatársai vettek részt, akik szakmai tapasztalataikat osztották meg egymással, de témák között szerepeltek a krízisellátás nehézségei és pozitívumai is. Mosonmagyaróváron már a 2. ilyen konferenciát szervezték meg, ami nagy sikernek örvend a szakemberek körében. Az elmúlt években bővült a krízisellátók köre, amik folyamatosan jelentkeznek a pályázatokra is, a krízisközpontok pedig átfogják a párkapcsolati erőszak teljes spektrumát, hangzott el a konferencia nyitóbeszédében. A krízisellátók tevékenysége átfogja a párkapcsolati erőszak teljes spektrumát. Remélem, hogy a május 19-20-ai szakmaközi találkozón minden érdeklődő megtalálja számára hasznos, illetve munkájában alkalmazható új szemléleteket. Úgy érzem, mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy 2007 óta a krízisotthonok sokszínűsége és szakmai hozzáállása sok bántalmazott gyermeken, nőn és férfin segített. A Lehetőség Családoknak 2005 alapítvány 2007-ben csatlakozott a krízisellátáshoz, így mintegy 10 éve segítenek a párkapcsolati erőszak áldozatain. Gyermeknap alkalmából nyílik baba kiállítás Podmaniszky Miklósné gyűjteményéből május 27-én pénteken 14 órakor a Flash Központ galériájában. Szintén ezen a napon 17 órától csak a Fehérló Közösségi Házban rendezik meg a 16. Nemzetközi Művész Találkozót, illetve Blitz kiállítást. A gála műsor alatt többek között fellép Hegedűs Valér zongora művész, Csák József operaénekes és Jeremiás Beatrix magánénekes is. Ugyanebben az időben és épületben a gyerekeket várja a bütykölő szakkör, ez alkalommal is macis ajándékokat és díszeket lehet készíteni. A hétvége ezúttal a gyerekekről szól. Május 28-án 10 órától vár mindenkit a Városi Gyereknap a Flash Központ parkolójában. Rengeteg program közül válogathatnak a legkisebbek, a színházi előadástól a kézműves foglalkozásokon át a jelmezversenyig. Szombaton és vasárnap szervezi a Futura Élményközpont is a gyereknapját. Idén bárki lehet idomár, akrobata vagy erőművész, hiszen az esemény a cirkuszvilága köré épül. Május 29-én vasárnap aztán a Fehérló Közösségi Házba hívják a gyerekeket. A programok 14 órakor kezdődnek, amelyek között bűvész, arcfestés vagy bábszínház várja a kicsiket. Migráció és terrorveszély címmel tart előadást Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő május 31-én, kedden 18 órától a Flash Központban. A belépés ingyenes.
A közelmúltban rendezték meg az erőemelő, fekvenyomó és felhúzó magyar bajnokságot Szerencsen. A nagyszabású eseményen kiválóan szerepeltek a mosonmagyaróvári botondese versenyzői. A plusz 100 kg-osok versenyében a lábsérüléséből felépült Molnár Tamás nyerte meg a felhúzás fogásnemet. Szintén aranyérmet nyert Nagy Rita, miután 150 kg-os abszolút világcsúccsal győzött a női fekvenyomók 67,5 kg-os mezőnyében. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most Kis Szilvia a gyermekek átmeneti otthonának szakmai vezetője lesz, Hírháttér című műsorunk vendége, majd a Szigetkösport című műsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb pénteken, a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!